Európai körútja során a Pollákon is tartott előadást William Bamflett professzor, az ASRE júniusban hivatalba lépő elnöke. Az ASRE az eredetileg az Amerikai Épületgépész Mérnökök Egyesülete, de ma már nem is amerikai, hanem világszintű, hiszen több mint 30 országban vannak tagjai, és nem csak épületgépészettel, hanem az egész épülettel foglalkozik, tehát mondhatjuk úgy, hogy épülettechnikai területtel foglalkozik. Ő a Pennsylvániai Egyetemnek a professzora, az ottani építészmérnöki karnak az intézet igazgatója. Az előadásának a témája a belső környezet és az energia kapcsolata. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára egy nagyon fontos terület. Amerikai, illetve ASRE elnök idáig összesen Magyarországon egyszer járt, és először van Pécsen, úgyhogy egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy megnyertük. Azért jöttem, hogy a beltéri levegő minősége és az épület energiafelhasználása közötti összefüggésről beszéljek, mondja az amerikai professzor. Az energiatakarékosság és a kibocsátások csökkentése iránti lelkesedésünkben gyakran megfeledkezünk az épületben tartózkodó személyekről. Mondani valóm lényege, hogy olyan belső tereket alakítsunk ki, amelyek mindenekelőtt biztonságosak és egészségesek a bent tartózkodók számára, és csak ezután következzen az energiatakarékosság. Előadásában részletesen beszélt a beltéri levegő szabályozásának lehetőségeiről és technológiáiról. Mondandóját számos statisztikai adattal és példával illusztrálta. Beszélt például az asztmás megbetegedések és a beltéri levegő minősége közötti összefüggésekről. Bamflett professzor ugyanezt az előadását júniusban Prágában egy világkonferencia nyitó előadásaként fogja elmondani.